Üdvözlök mindenkit a mai alkalommal. Hát nem, nem is tudom, hogy kémia szamárpad, de mondjuk oda fog kerülni. A mai alkalommal a kromatográfiáról szeretnék egy kicsit beszélni. Ami a, a kémiában, azon belül is az analitikai kémiában egy nagyon fontos ö, vizsgálati módszer. Ez ö, hát gyakorlatilag arról van szó, hogy van egy ilyen keverék, itt egy lombik, benne van mindenféle ilyen oldott anyag ebben az oldatban, és valahogy szeretnénk külön választani a, az oldott anyagokat ebben a mintában, és meg szeretnénk tudni, miből mennyi van. És hát gyakorlatilag ez a lényeg, hogy itt-itt van, hogy benne vannak a komponensek, van benne A anyag, B anyag, C anyag, stb. Rengeteg féle anyag van benne és akkor szépen meg szeretnénk határozni, hogy A-ból mennyi van, B-ből mennyi van, C-ből pont, pont, pont mennyi. Na, a kromatográfia az egy ilyen easy to learn, hard to master típusú vizsgálati módszer, tehát igazából balta egyszerűek az alapok, meg az alkalmazhatósághoz is balta egyszerű eljutni, úgyhogy szerintem bőven, bőven lehet róla beszélni. Az ilyen nagyon mélyen a elméletek részleteiben nem szeretnék belemenni, úgyhogy csak inkább a gyakorlati alkalmazáshoz szükséges dolgokat fogom elmondani. Sokfajta kromatográfia van, tehát rengeteg féle van. Most egy konkrét kromatográfiáról szeretnék beszélni, a HPLC-ről. Ez folyadék kromatográfia, ugye van gázkromatográfia, kromatográfia, meg ion kromatográfia, meg csomó minden. De ez, ez, a, ez a leggyakrabban alkalmazott és legegyszerűbb formája ennek az egésznek. Miről van szó? Arról van szó, hogy, hogy van, kell, kell valami közeg, ami szét tudja válogatni az oldott anyagokat így részenként. Na, tehát miről van szó? Akkor beszéljünk arról. Elválasztás technika, hogyan valósul meg egy ilyen sematikus ábra. Egyébként az egész műszer, amivel ezt lehet csinálni, az egy ilyen kis dobozka, egy ilyen magas dobozka, ami így mindent tartalmaz, tehát így néz ki ilyen részekre van osztva. Nagyjából így néz ki. De egy sematikus ábra az kb. Ha rajzolok egy ilyen oszlopnak nevezett jelenséget. Ez, ez itt egy ilyen oszlop, mit lehet tudni, ez egy acélcső, amivel hintőport szortak. Tehát ebben itt hintőpor van nagyjából. Valamilyen porózus anyag, ilyen nagyon kicsi szemcsék, hintőpor. Ilyen van bele töltve ebbe a acélcsőbe. És akkor ez tele van ezzel a hintőporral. Ez itt végig belseje, ki van töltve ezzel a hintőporral, és ott van benne. Ezt nevezik oszlopnak a kromatográfiában. Vagy nem tudom, kolonnának is szokás ezt nevezni. Teljesen mindegy. És mit kell csinálni? Itt van ez zoldat, fogni kell a zoldatot. Itt folyamatosan áramlik valamilyen közeg. Valamilyen oldószert áramoltatnak így keresztül az oszlopba. Megy itt a folyadék. Nem tudom, itt, itt szépen egy ki a végén. És egy folyamatos áramlás van. Tehát itt valamilyen oldószert áramoltatunk ilyen pumpákkal. Folyamatosan átpréseljük a folyadékot ezen, a, ezen az oszlopon. És akkor bele injektálunk egy cseppet a mintából. És akkor a szépen itt a mozgó, <coughs> ezt nevezik mozgófázisnak. Mozgófázis az az oldószer, ami folyamatosan keresztül, keresztül áramlik ezen, a, ezen a, az oszlopon. Mit tudom én, folyamatosan vizet pumpálunk keresztül az oszlopon, vagy metanolt, vagy acetonitrilt. Tehát ez, ez valamilyen mozgófázis, valamilyen oldószer. És az oldószerbe egy injekciós tűvel belecsöppentünk egy nagyon kicsi mintát ide. És akkor az persze, ahogy áramlik itt a folyadék, az, az a folyadékkal együtt fog áramlani, és így mozogni fog a mozgó fázisra. Ezért nevezik ezt mozgó fázisnak, mert viszi az anyagot. Tehát ide becsöppentettünk egy keveset a mintából, és akkor az szépen itt áthalad ezen az oszlopon, és azt lehet tapasztalni, ez egy ilyen érdekes jelenség a kromatográfiának, hogy a különböző komponensek eltérő sebességgel haladnak itt végig. Tehát simán kialakul az, hogy, hogy az A az, vagy mondjuk, nem, nem, az A, de mondjuk a C az ilyen tök hamar, tök hamar gátlástalanul, meg mindenféle gátló tényező nélkül egyszerűen áthalad, a, áthalad ezen az oszlopon, és akkor itt megjelenik. Lehet, hogy a B anyag az egy kicsit jobban, kicsit lassabban képes haladni az oszlopon, és az, az mit olyan az lassabban fog átjutni rajta. Az Áz pedig nagyon lassan halad át az oszlopon, és akkor ez történik. És akkor mit kapunk a végén? Itt, itt a végén van valamilyen de detektálás. Egy detektor. Ami nézi, hogy itt a detektor az, az, így... Itt megy a mozgófázis, valahol itt van a detektor, és akkor itt figyeli ezt a mozgófázist, ezt az áramló oldószert, hogy itt mi megy el előtte. És hogyha itt el, elmegy itt a C, akkor, akkor a detektor érzékel, hogy elment ott a C, és így ilyen, jelet lehet tapasztalni. Tehát akkor hogy néz ki a kromatogramnak nevezett jelenség? A kromatogram az egy ilyen idő, jel, görbe. Tehát mi történik Alapjáratom, hogyha nem történik semmi, hanem csak a mozgó fázis, tehát az oldószert folyamatosan áramoltatom keresztül itt ezen a, az oszlopon, akkor azt lehet tapasztalni, hogy semmi extra, nincs semmi, sehol nem történik semmi, egy ilyen alapvonalat lehet kapni. Tehát folyamatosan áramlik itt a detektor előtt az anyag, és nincs benne semmi. Pontosan ugyanazt a jelet szolgáltatja egyfolytában, ami, amit maga az a mozgó fázis szolgáltat. Aztán nézzük, mi történik, hogyha itt megjelenik itt, be, belőttük ide az anyagot, és az anyag elindul, itt szépen az oszlopban komponenseire bomlik, aztán először megérkezik a C, és a C itt szépen elhalad. Na, először elhalad a C, akkor az történik, hogy itt először itt megjelenik a C, tehát itt beér a detektornak a látómezeibe, akkor itt elkezd növekedni a koncentrációja, ugye először csak egy kevés, <coughs> elnézést, először csak egy kevés C jön be, ugye itt áramlik valamilyen, tehát egy ilyen dugó formájában ott áramlik az anyag, először csak itt egy kicsi így belelóg a detektorba, aztán az egész belelóg a detektorba, aztán a végén az egész elhalad a detektor előtt, ez nagyjából így fog megjelenni a kromatogramon. Odaért a, itt fordítva működik az egész, tehát ugye jön a, jön a, tehát nincs semmilyen jel, először megjelenik az eleje a C foltnak, <coughs> megjelenik, akkor teljes egészében ott van a detektor előtt, tehát kitölti ezt a kis detektor cellát, akkor ott van teljesen, aztán szépen elfogy, mert megy tovább a mozgófázis, és kimossa onnan ezt a C komponest és akkor itt van a C komponens. Megy tovább az idő, megint <coughs> ugye szét van válogatva már a molekula, mert az oszlopban történik a komponenseknek a szétválasztása, megint csak visszaáll az alafonal, tehát megint a tiszta oldószer halad el a detektor előtt, tehát megint csak nem érzékelünk semmilyen azt aztán hirtelen megjelenik a B. B komponens, az is szépen belép a detektorcellába, teljes egészében elfoglalja a detektorcellát, és mit tudom én, ugyanazt megcsinálja, mint a C, ott van egészében, aztán elkezd elfolyni onnan, és elfogy teljesen. És akkor megint csak vissza az alafonal, a B komponens is elment a detektor előtt. Ezt látni. És akkor hát ez itt a B. Aztán végül jön az A komponens is, és megint csak az történik, hogy egy kis idő után az A komponens az is szépen itt elmegy a detektor előtt. Na és akkor már lehet érezni azt, hogy ezeknek a csúcsoknak a nagysága, meg a szélessége, ez attól függ, hogy igazából mennyi van ezekből a komponensekből. Hogyha, hogyha rengeteg, ugye, hogyha ilyen rengeteg, rengeteg, anyag van a C-ben, akkor, akkor egy szép nagy csúcsot kapunk. Ha még több anyag van mondjuk a B-ben, tehát sok, sok a B ott, ez a B komponens, akkor egy nagyobb csúcs jelenik meg. Tehát azt lehet mondani a kromatográfiában, hogy a, ha A-ból pedig nagyon kevés van, akkor akkor az pedig egy nagyon kicsi jelet fog adni. Tehát azt lehet mondani a kromatográfiában, hogy az egy információ, hogy igazából mekkora ezeknek a csúcsoknak a területe, mert az arányos az ott lévő anyagnak a mennyiségével. A detektor előtt elhaladt anyag mennyiségével. Ebből fakadóan pedig, hogy mekkora koncentrációban van jelen a kiindulási oldatban az adott komponens. Ez, ez például egy információ, tehát mennyiségi meghatározásra lehet használni ezeket a dolgokat. Tehát attól függően, hogy mennyi van az adott komponensből, egy, egy cseppnyi adott térfogatban mennyi anyag van jelen, az a csúcsok méretével arányos lesz. A másik fontos adat pedig a retenciós időnek nevezett jelenség az az, hogy mennyi időbe telik a molekulának, amíg eljut az injektálástól. Itt van az injektálás. Mennyi időbe telik, még eljut az injektálástól a detektorig? Ugye látható, hogy ennek a C-nek, ennek kicsi a retenciós ideje, tehát ez már itt van. Ilyen, ugye itt megy, hogy 0, 1, 2, 3 idő, perc, de mondjuk. Kicsi a retenciós ideje. Itt, itt van ez a retenciós idő, ennyi a retenciós ideje a C-nek. Akkor a másik retenció, a B-nek pedig ekkora a retenciós ideje. Neki ennyi idő kellett, amíg átküzdötte magát az oszlopon. TR. B. TRC. És itt van ez a. <coughs> itt van ez a. az A-szennyező, annak ekkora a retenciós ideje, rohadtul lassan küzdött át magát a kis molekula. Az állófázison ilyen sok idő kellett neki, ami itt van az X-tengelyen, ilyen sok idő kellett neki, hogy átjusson a, az oszlopon. Tehát azt is lehet mondani, hogy a, az anyagoknak az azonosítása megtörtént a retenciós idő alapján. Tehát ugyanolyan körülményeket teremtve, egy kromatográfiás elválasztás során, egy adott típusú anyag, mondjuk az A anyag, az mindig ugyanannál a retenciós időnél fog megjelenni. Tehát bármikor ugyanolyan körülményeket teremtek, minden, minden alkalommal az A molekula az mindig ugyanolyan retenciós idővel fog átjutni az oszlopon. Ez mindig így történik. A B-vel is ugyanezt történik, tehát ugyanilyen körülmények között a B az mindig ugyanakkor a retenciós idővel fog átjutni, az oszlopon. Milyen paraméterekről van itt szó, szóval, ugye? Lehet, lehet, variálni azt, hogy áramlási sebesség. milyen gyorsan áramoltatjuk ezt az oldószert itt keresztül az oszlopon. Áramlási sebesség. Hogyha ugye ez egy nagyon fontos, hogy ez állandó legyen, tehát hogy gyorsabb az áramlási sebesség, ez nagyobb, akkor ugye sokkal gyorsabban áramlik a mozgófázis, tehát sokkal gyorsabban átmennek a komponensek, ezek a, ezek a komponensek az oszlopon. Tehát, hogyha itt valamekkora a F, akkor hogyha kétszer akkora, akkor fele annyi idő alatt történik meg az elválasztás. És akkor mi, mit tudom, itt volt ez, mondjuk 6 perc, akkor itt 3 perc. Tehát, hogyha az áramlás sebességet, a mozgó fázisnak az áramlás sebességét növelem, akkor értelemszerűen sokkal hamarabb átérnek ezek a, a dolgok. Sokkal hamarabb, hamarabb át lehet mosni ezeket a komponenseket az álló fázison, vagy a, az oszlopon. Tehát ezzel lehet itt variálni. Akkor lehet még variálni, ez, már, ez már egy kicsit másabb téma, de például a, ennek a, az oszlopnak a hőmérsékletét lehet állítani. Az is befolyásolja a, az anyagoknak a vándorlását, ugye a viszkozításon keresztül, a oldatoknak a viszkozításán keresztül. Akkor még lehet még egy csomó mindent változtatni, tehát a mozgó fázisnak az összetétele is hatással van erre az egész jelenségre. Na itt akkor egy kicsit akkor el lehet haladni egy másik irányba, tehát ezek az elméleti alapok, tehát ez a kromatográfiának a lényege. Van egy oldat, ami mindenféle komponens tartalmaz, mindenféle random molekulát tartalmaz ez az, az oldat, és kíváncsiak vagyunk, hogy miből mennyi van. Az, hogy mi, mi van ebben az oldatban, azt meg lehet határozni a retenciós idők alapján, mert a retenciós idő egy adott beállítás mellett, egy adott kromatográfiás körülmények között, a retenciós idő az mindig az adott anyag molekulatípusra, vagy az adott molekulára jellemző. Tehát mit tudom én, a benzol, vagy nem is teljesen jó a benzol, de mondjuk koffein, koffein, kávénak egy hatóanyag, ez egy molekula, ez a molekula ugyanolyan körülmények között mindig ugyanolyan retenciós idővel fog átjönni az oszlopon. Teofilin, teobromin, ezek is ilyen koffeines, ilyen kávés, meg teás dolgok. Ezek is molekulák, mindegyiknek saját retenciós ideje van egy adott körülményen. Adott mozgófázis, összetétel, adott mozgófázis áramlássebesség, hőmérséklet, stb. Tehát adott molekulára jellemző a retenciós idő. Az, hogy mennyi van egy adott molekulából feloldva az oldatban, az pedig attól függ, hogy vagy nem attól függ, hanem azt onnan lehet megtudni, hogy mekkora a csúcsnak a mérete, a területe ennek az egész dolognak. És akkor hát ezzel lehet itt számolgatni. Tehát az anyagi minőséget azt a retenciós idő szabja meg, az adott anyag mennyiségét, koncentrációját, az pedig a csúcs alatti terület szabja meg. Lehet egy kicsit számszerűsíteni is ezeket a dolgokat. Tehát például ugye a retenciós idő, a, hát igazából van, van itt még ilyen pár, pár apróság, Tehát hogyan, lehet akkor egy nagyon kicsit a, a, számolásról, hogy hogyan lehet ezekkel tényleg számolgatni. Csak hogy, csak hogy ki lehessen fejezni a dolgokat. Tehát van egy ilyen retenciós idő, ezt így, így lehet jelölni. Ez a ténylegesen az átjutáshoz szükséges idő. Akkor van egy t 0 nak nevezett jelenség, ez a holt, holt, idő. Holt idő. Ez egy olyan idő, ami gyakorlatilag a, egy olyan molekulára vonatkozó retenciós idő, ami egyáltalán nem lép kölcsönhatásba az állófázissal. Tehát belövöm a, megint itt van az oszlop, belövöm a mintát ide az oszlop elejére. Egy, egy mintát, mondjuk ez általában tiokarba, mint szokott lenni. Ez kb. egy olyan molekula, ami az ilyen fordított fázis kromatográfiában majd erős lesz, hogy mi az, hogy fordított fázis. Ez, ez retenció nélkül áthalad általában az oszlopokon. Tehát, hogyha ezt, ezt belövöm, itt megy a mozgó fázis. Ez itt az állófázis akkor gyakorlatilag a mozgófázissal egy időben, tehát itt megy a mozgófázis, és mozgófázissal azonos sebességgel halad át az oszlopon. Tehát megállás nélkül, mindenféle lassító hatás nélkül átmegy az oszlopon. És akkor itt megjelenik a detektornál, és akkor amint ez a tiokarban elhalad itt, akkor az a T0 érték lesz. Tehát ez semmilyen hatás nem él át az oszlopon. A TR az pedig ugye az, ami retencióval rendelkezik az oszlopon. Na, és akkor. Ezt a vesző ez ide nem kell van a korrigált retenciós idő ezzel lehet igazából számolni az a TR vessző azt úgy lehet kiszámolni hogy a retenciós idő mínusz a hold, hold idő na és igazából erről van szó tehát ugye ez gyakorlatilag az a teljes idő amit elment, és levonjuk belőle azt az időt, ami, ami egy olyan, mintha egyáltalán nem lenne semmilyen kölcsönhatás az állófázison. Ezzel lehet igazából számolni, tehát ez az idő tartalmazza ténylegesen a kölcsönhatásra fordított időt, ha úgy tetszik, vagy nem tudom, ez kicsit ilyen pongyalán megfogalmazott dolog, de ez az a, ez az a retenciós idő, ez a korrigált retenciós idő, ami tényleg az állófázis és a mozgófázis közötti idő, idő eloszlásokat tartalmazza. Tehát a molekulának a tényleges tulajdonságát ezt tartalmazza. Tehát ezzel szokás számolni. Hát ugye mondjuk tegyük fel akkor, hogy ez a C, ez a retenciós, ez ez, ez pont ez a tiokarban, mint ez itt a T0, T0, és akkor ez pedig itt a, a TR, TR, és akkor igazából ez az idő maga, ez a TR vesző Ugye a teljes tér az ez, ez, ez a szakasz, ez itt a T0, ez pedig itt a TR-vessző. És akkor így egy csúcsok közötti távolságot is le, gyakorlatilag így módon lehet jellemezni. Na tehát ezzel lehet igazából számolni, mert ugye ebben az időben ebben benne van csomó minden, tehát a műszernek a térfogata, meg a mindenféle a randomság, ami nem az oszloppal kapcsolatos. Tehát, hogy itt még a, mielőtt még rámenne az oszlopra, mert ez nagyjából úgy néz ki, itt, itt, van valahol itt egy pumpa, akkor itt jönnek ilyen madzagok, akkor itt, itt van valahol az oszlop. Ugye itt van egy csomó ilyen szakasz, ahol nem tudom, tehát itt, van, itt, vannak az eluensek, az, az, oldószerek, akkor az oldószerekből innen szivattyúzza ki a, az anyag, akkor itt, itt vannak valamilyen pumpák, itt van az injektor, itt lövöd be a mintát, és akkor itt van egy ilyen csomó szakasz, itt, itt belövöd a mintát, akkor itt van egy ilyen cső, ami semmilyen jelentősége nincsen, de ott megy benne az anyag, ugye itt itt is idő kell valamennyi, amíg eljut a, a cső egyik felétből a másikba, akkor itt megy bele az oszlopba, itt történik az elválasztás, akkor itt megint van valamilyen cső, és akkor itt van a detektor valahogy, és akkor ugye a T0 azt tartalmaz mindenféle ilyen randomságot, ami itt van a itt van az ilyen random csövekben, tehát ezek, ez ezzel érdemes korrigálni, mindegy, az a lényeg, hogy korrigálni kell vele, és igazából ezzel a retenciós, korrigált retenciós idővel lehet itt számolgatni, ezzel lehet mindent kifejezni. Akkor vannak, vannak ilyen, ilyen értékek, ugye ezt igazából, ha valaki rohadtul akarja, akkor átválthatja ilyen térfogatokba is, mert ez egy idő, és akkor van egy áramlássebesség, ami egy ilyen F, az milliliter per perc, és ugye ez itt perc, ugye, hogyha megszorzom, a, megszorzom ezeket a retenciós időket ezzel az áramlás sebességgel, akkor retenciós térfogatokat kapok, és akkor térfogatokkal is lehet számolgatni. Mit tudom, egy deci oldószer kellett ahhoz, hogy a mintát átküldjem az oszlopon. Tehát ilyenek vannak, de ez most teljesen lényegtelen, és akkor vannak ilyen retenciós tényezőnek nevezett jelenség. Ez, ez gyakorlatilag fel lehet írni úgy, ezerféleképpen, de most akkor maradjunk így a retenciós korrigált retenciós időnél. Ez a, ez a retenciós tényező, ez gyakorlatilag azt mutatja meg, hogy egy molekula az mennyire kötődik az állófázishoz. Tehát, hogyha ez az érték nagy egy molekula esetében, ezt minden molekulára ki lehet számítani. Ugye van ABC molekula, akkor mondjuk az ára, akkor itt van az A érték, akkor fel lehet B-re, akkor TRB, T0, ez, ez is itt van. És azt lehet látni, hogy ez a retenciós tényező, ez annál nagyobb, minél jobban kötődik egy anyag az állófázishoz. Tehát, hogyha ez mondjuk itt mondjuk 5, vagy nem tudom mennyire jön ki, akkor azt lehet mondani, hogy ez, ez ennyire kötődik meg. És akkor itt van ez a másik, ennek mondjuk 10, akkor azt lehet mondani, hogy a, ez a B komponens, ez sokkal jobban kötődik az állófázishoz, sokkal lassabban halad át az állófázison, mint ez a, ez a másik molekula, mert ez, ez azonnal átmegy rajta, ennek csak öt a retenciós tényező, ennek pedig 10. Tehát a retenciós tényezővel ilyen dolgokat lehet meghatározni. Tehát így össze lehet hasonlítani a komponenseket. <kül> Ezen túlmenően még azt is meg lehet tenni, hogy meg lehet határozni a, az adott állófázisnak, vagy az adott oszlopnak a szelektivitását az egyes tényezőkre. Tehát itt van ez az alfa érték, ez egy ilyen szelektivitás, k mondjuk b, per k a. Mindig a nagyobb, nagyobb van felül. Ez, ez azt jelenti, hogy mennyire szelektíven képes elválasztani a, a komponenseket az adott oszlop. Hát ez pedig ahhoz vezet egyébként, hogy van egy ilyen felbontás nevű jelenség is, akkor oda is be lehet írni, alfa egy, itt van ez a szelektív és társi és akkor itt van még egy ilyen k a, a vonatkoztatva, egy plusz k vesző a. Most ezeket nem vezetgetem le ezeket az egyenleteket, de ezek, ezek ilyen rutin egyenletek, amelyekre így nagyjából szükség van. Ez, ez a felbontás, ez gyakorlatilag azt határozza meg, hogy mekkora az a távolság két csúcs között és akkor vannak, vannak, ilyen kromatográfiás alapelvek, hogy akkor, ugye az a lényeget, tehát akkor lehet egyértelműen meghatározni, hogy mi van, hogy miből mennyi van az adott oldatban, hogyha teljesen elválnak a csúcsok. Tehát, hogyha visszáll az alapvonal a két csúcs között, ezért fontos ez, mert <coughs> ezzel lehet akkor itt, tehát csak akkor tudom, tehát, hogyha egymásba ló két csúcs, akkor most fogalmam sincs arról, hogy mondjuk ez az egyik komponens, azt látom, ez itt a másik komponens, az is látom, de nem tudom meghatározni, mekkora igazából most a területe ezeknek a, ezeknek a csúcsoknak. Tehát, hogy ekkora területtel kell kiszámolni a koncentráciát, vagy e mekkora területtel kell itt kiszámolni. Tehát igazából a kromatográfiában nagyon fontos, hogy teljesen elváljanak egymástól ezek a komponensek, teljesen független csúcsok legyenek, álljon vissza teljesen az a két csúcs között, és ennek a jellemzésére szolgál ez a, szolgál ez a csúcs felbontás. Tehát ennek kell minél nagyobbnak lennie, mert hogyha ez itt rohadt nagy, ugye itt ebbe szerepel az alfa, a szerepel az alfában a két, két uh, retenciós tényező, ami gyakorlatilag azt, hogy azt számolja ki, hogy mennyire kötődik az egyik és a másik, és ebből pedig a csúcsoknak a távolságát lehet szépen nagyjából meghatározni. <kül> és akkor ez nagyon fontos, meg szokták adni, hogy egy elválasztás során az er az legyen mondjuk nagyobb, mint 3. Vagy valamilyen érték. Na, hát nagyjából ennyi az egész. Akkor itt megjelenik még egy érték, ez sajnos. Ez itt a N. Elméleti tányérszám. Na most mi a, mi a lényeg ennek, hogy ez gyakorlatilag ez gyakorlatilag a kölcsönhatásoknak a számát jellemzi, hogy hány alkalommal lép kölcsönhatásba az állófázisra egy molekulát. Most, ez, most az a baj, hogy kezdünk egy kicsit így elmerülni a témába, de ez még mindig sajnos nagyon a felszín, de akkor még beszélünk akkor az elméleti tányér számról is. Tehát itt, itt van az, most tegyük fel, hogy itt tegyük fel, hogy itt üres ez a cső, és akkor az állófázis ez csak itt a felületen van, itt a cső fala az állófázis egyébként majd mindjárt lesz szó arról is, hogy milyen az állófázis. Tehát az elméleti tányérszám szóval ez durván azt azt jelzi, hogy hány, alak, hány alkalommal alakul ki egyensúly a két fázis között. Tehát itt jön a molekula, kötődik, egyensúlyba kerül az állófázis, aztán le, lekötődik onnan, és megy tovább. Aztán itt megint megkötődik, és megint megy tovább. Ugye minél többször csinálja ezt a molekula, hogy itt, kötődik az állófázishoz, aztán megy tovább, annál több ideig tart átjutni az oszlopon, mert ami így egyáltalán nem lép kölcsönhatásba az állófázishoz, csak így átsüvít az oszlopon, aztán csá, ott sincs. Viszont ami itt csomószor itt kölcsönhatásba lép, egyensúlyba kerül az állófázis, és itt mindenféle megoszlásról szoktak beszélni, hogy kicsit a molekula egy beleoldódik az állófázisba, aztán kioldódik, onnan visszaoldódik a mozgófázisba, egy egyensúly alakul ki két fázis között, és akkor ez megtörténik. És akkor ez sokszor megtörténik, akkor ez molekula ez sokkal lassabban a jutát. Tehát azt lehet mondani, hogy ennek sokkal nagyobb a tányér száma. Sokkal többször alakult ki egyensúly a mozgófázis és az állófázis között ezt lehet elmondani. Ennek a jellemzésére szolgál ez az n értéke, és ezt is ki kell számolni. Ennek is ilyen teljesen random képlete van. Ezek ilyen empirikusan meghatározott. Vagy hát nem is empirikusan teljesen, de. A csúcsoknak a az értékeléséből adódott. Tehát ez a Vérték, ez a csúcs szélesség, ez az érték, ez itt a Vérték, másik pedig a retenciós idő. Akkor ezt még máshogy is fel lehet írni, tehát ezt úgy is felszokták írni, hogy 5,54 szer tr, vagy hát tr per V egy ketted, ez négyzeten. Ez pedig itt a félérték szélesség, tehát egy csúcsnak ez az értéke, hogy itt milyen széles a csúcs. Fél, csúcs magassága, itt a magassága, ennek a fele, és akkor itt milyen széles a csúcs. Tehát ilyen fél érték ez, ezt szokták oda beírni. Ez pedig megint csak a retenciós idő, tehát TR. Ezekkel lehet számolgatni, ebből jön ki az elméleti tányér szám amit nagy ennel szokás jelölni, és nem tudom, hogy miért tányérnak hívják, ez valami onnan ered egyébként, azt hiszem úgy emlékszem, hogy valami a desztilláció a rektifikálás során, az, az ilyen, mint a paksi, a paksi de hogy is, az ilyen kőolaj finomítóknál vannak ezek a desztilláló, vagy rektifikáló tornyok egészen konkrétan, ahol desztillációt hajtanak végre ilyen több lépésben, és akkor több ilyen tányér van ott abban az oszlopban, és akkor itt alul melegítik, akkor itt elpárolog, és akkor itt kialakulnak egyensúlyok, és csöpög vissza itt a szétválogatott komponens. Tehát az olajat komponensére lehet bontani, tehát benzin, petróleum, kerozin, mindenféle. Az lehet, hogy ugyanaz. És akkor itt ilyen tányérokon történik ez az elválasztás, és akkor itt ilyen megoszlás alakul ki, ilyen egyensúlyok alakulnak és valahogy innen eredhet, a, innen eredhet ez az elnevezés, hogy tányérszám. Na, ennyit erről kb. És akkor van még egy nagyon érdekes témakör, az elméleti tányér magasság, ami egyébként nem más, mint a L per N. Az L az a az oszlopnak a hossza. Egészen egyszerűen. Ez itt az oszlop, ez itt a hossza. És akkor az elméleti tányér magasság, ez a L per a tányér magasság egy komponense. Na és akkor ez azért nagyon fontos, mert ezzel az értékkel lehet a leginkább jellemezni azt, hogy egy elválasztás az mennyire hatékony. Ugyanis, hogyha ezt ábrázolom, hogyha felveszek egy csomó pontot, és ábrázolom az elméleti tányér magasságot az áramlás sebesség függvényében, ilyen függvényt késztek, akkor egy ilyen görbét fog kapni. Tehát ezt ilyet úgy kell készíteni, hogy mindenféle áramlássebesség mellett egy adott komponest végkültünk az oszlopon, és minden alkalommal, mindenféle áramlássebesség mellett meghatároztuk a tányér számát, és abból vissza lehetett számolni az elméleti tányér magasságát, és azt lehetett észrevenni, hogy itt, itt ilyen, van, van egy ilyen minimum ennek a minimum ennek a görbének. Azt lehet mondani, hogy ezen a ponton, ahol a legalacsonyabb ez a görbe, ott a leghatékonyabb az elválasztás. Tehát ott lehet a leginkább szétválasztani a molekulát, a leggyorsabban. Mert hogyha gyorsabban válnak, hogyha nagyobb sebességre kapcsolok, nagyobb a mozgó fázis áramlás sebessége, akkor, akkor, lehet, hogy, lehet, hogy nem válnak szét eléggé a csúcsok. Viszont sokkal hamarabb lejön az oszlopról. Tehát ugye az a jó, hogy minél hamarabb megtörténik egy vizsgálat, tehát az a jó, hogyha minél hamarabb megtörténik a vizsgálat, viszont az is nagyon fontos, hogy szétváljanak teljes mértékben a csúcsok. Tehát lehet, hogyha ilyen nagy áramlás sebességgel, sebességgel működtetjük az elválasztást, akkor hamar lejönnek, viszont nem válnak szét eléggé a csúcsok. Tehát akkor kapunk ilyen csúcsokat igazából. Na ezt. itt, itt, itt van igazából a szépsége. Tehát igazából ez a. Ez a hatékonyság görbe az, ami engem leginkább foglalkoztat, ugyanis erre épül egy csomó ilyen elmélet, hogy ezt hogyan lehet értelmezni. Egy kicsit akkor beszéljünk arról, hogy hogyan alakul ki ez a görbe. Ennek három tényezője van. Ezek már ilyen kinetikus elméletek. Van számtalan modell erre vonatkozóan, hogy ezt hogyan kell szakszerűen számolgatni. De itt van ez a H érték, ez három komponensből adódik össze. Az egyik az az A-nak nevezett, örvénydifúziónak nevezett jelenség ugye az elméletek mélyén, bár mint hogyha itt nagyon kitérnék a részletekre, akkor erre itt fel lehet írni egy durva egyenletet, akkor van, van még a következő, a B per U, és a C u. Hát, hogy az U az micsoda, az igazából szorosan kötődik a, az áramás sebességhez, tehát ez az, az új értéke, az F epsilon szora. Na, hát ez, ez egy olyan, hogy egy centiméter per... Mm, centiméter per szekundum, azt hiszem. Lineáris államesség. Ugye ennek itt milliliter per perc, vagy milliliter per szekundum az egyszerűség kedvéért, akkor itt Ugye ez valami olyasmi, hogy itt általában erről beszélünk, amikor itt, itt van az oszlop, és akkor áramlik egy ilyen anyag. Tehát egy, hány milliliter áramlik át az oszlopon percenként, akkor itt van egy ilyen a felület, és akkor igazából, hogyha ezzel itt leosztunk, akkor igazából az ilyen sima haladási sebességet lehet itt áramoltani mint az autónak a sebessége, tehát így halad egy irányba a Tehát nem milliliter megy át percenként, hanem egy tényleges sebesség, ahogy a molekulák áramlanak az oszlopon. Na, de akkor beszéljünk erről, három darab ilyen jellemzője van ennek. Tehát három dolog, három ilyen fizikai dologtól függ az, hogy ez az elméleti tányér magasság, ez hogy alakult, ez a hatékonyság görbe, ez hogyan alakul ki. Az egyikkel nem lehet mit kezdeni, tehát ugye akkor most jön egy teljesen szakszerű ábra arra, hogy hogy néz ki egy oszlop. Egy oszlop az nagyjából úgy néz ki, hogy van egy ilyen acélcső, és akkor tele van ezzel az állófázis, ez a hintőporral. Nagyon kicsi szemcsékről van itt szó. Ugye ezt, ezt meg lehet csinálni, és akkor ez van itt végig. És akkor... Csak azért is. Így. Na hát, ugye az történik, az A arra igazából nem nagyon lehet hatni, tehát az igazából szinte teljesen független, egyébként ez se teljesen igaz, de ez teljesen független szinte a áramási sebesség, tehát ez egyszerűen egy csúcs szélesedés. Tehát belövöm a mintát, itt van a minta, egy ilyen dugószerű formába lököm bele, ugye ez fog itt szépen belemenni oda, és akkor így ilyen dugó formájában így áramlik szét az oszlopon, és akkor a molekulák egy része az itt, itt szépen itt kanyarognak itt a részecskék között, keresik az útjukat így a az áramlás során itt a mozgó fázissal itt a részecskék között, aztán itt megy. Ez egy ilyen tök szerencsés molekula volt, ilyen tök, tök hamar átjutott az oszlopon, és akkor a csúcsnak ezért a pontjáért felelős, tehát itt, itt fog jelet adni ez a molekula. Aztán van itt egy ilyen, vagy, vagy hogy pontosabban? Itt.